Tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai vendég arról beszélt egy fél évvel ezelőtt egy újságcikkben, hogy abból is lehet tudni, hogy a gazdasági helyzet kicsit bonyolultabbá vagy nehezebbé vált. Mostanában gyakrabban kérdezik a véleményét. Szerintem ez nincs ellenére, de ezt majd mindjárt tisztázzuk. Oszkó Péter, jogász, üzletember, kockázati tőkebefektető, a bajnai kormány pénzügyminisztere. Már 34 évesen a Deloitte elnök vezérigazgatója volt, miután előtte az adótanács üzletágat vezette. Innen lépett be a bajnai kormányba. 2010 után az OTP csoport kockázati tőkebefektetési üzletágát vezette, majd 2014-től saját Oxone év alatt létrehozott cég csoportjában. Induló vállalkozások, majd startupok támogatásával, fejlesztésével foglalkozik. Emellett megalapította saját kockázati tőke alapkezelő társaságát. Hobbija a sziklamászás és a blues zene. Hát nagyjából a felét se értjük annak, ami itt írva vagyon, de majd ezeket tisztázzuk, hogy ezek micsodák, örülök, hogy itt van. Köszönöm a meghívást. Kezdjük azzal, amit én itt felvetettem az elején, hogy szerintem nincs ellenére, hogyha kérdezik a gazdasági folyamatokról, miközben olyan volt ez, mint egyfajta ilyen segélykiáltás, mostanában állandóan kérdeznek, tehát baj van. Nem szántam segélykiáltásnak, úgyhogy nincs ellenemre, hogyha kérdeznek a folyamatokról, szívesen elmondom a véleményem. Azt gondolom, hogy mindig is érdekeltek a közügyek, mindig is érdekelt a gazdaság állapota. Ez csak egy ilyen szerény megfigyelés volt, hogy valóban gyakrabban kérdeznek most, és nem csak engem, hanem sok más gazdasági szakember. Ha jól mennek a dolgok, szakember. Akkor nem kellenek a szakemberek annyira? Hát nem kell annyira értelmezni a közönség számára, hogy mi történik itt. Most olyan folyamatos változás, olyan folyamatos nehéz döntések és nehéz élethelyzetek adódnak, hogy mindenkinek picit jobban kell érteni, hogy mi történik vele. Napról napra kell beosztani dolgokat, meg kell hozni akár család, akár egyéni szinten döntéseket, és ahhoz nyilván mindenki próbálja gyűjteni az információkat. Ez teljesen természetes, hogy ilyenkor picit előtérbe kerül az, hogy mire számíthatunk, hogyan kell gazdálkodni, és az is természetes, hogy ilyenkor a hozzám hasonló emberek véleményét megkérdezik. Én ezt örömmel megosztom. Az elmúlt szerintem több évtizede volt ilyen alkalom, de hogyha most ezt kicsit visszakeresem, akkor mindig látszik, hogy mikor volt ennek konjunktúrája. A hullámok. Igen, egy másik közgazdász elemző kollégával egyszer beszélgettünk is erről, hogy annyiféle index van már a világban, annyiféle paraméter szerint próbálják előrejelezni a folyamatokat, hogy lassan lehetne egy ilyen milyen gyakran kérdezzük meg a közgazdászokat indexet is kialakítani, és abból levonni a következtetéseket. Viszont a szakemberek, ők mindig tudják igazából, hogy miről van szó? Tehát mindig átláthatók a folyamatok, mindig látható az, hogy merre fordulnak az ügyek? Hát pont fordítva, minél gyakrabban kérdezik őket, annál nagyobb a bizonytalanság, tehát annál nehezebb válaszolni a kérdésekre. Olyan időszakban, amikor kiszámíthatóak a folyamatok, akkor nyilván könnyebb a kérdéseket is megválaszolni, csak akkor az átlagember is könnyebben értelmezi, hogy mi történik. Annyi az előnye a szakembereknek, hogy sok részletet látnak, sok információjuk van, ez a munkájuk, ez a dolguk, ezzel kellniük, feküdniük, tehát egyel gyorsabban tudnak helyzeteket értelmezni, de egyáltalán nem biztos, hogy mindig pontos dolgokat mondanak, vagy hogy alaposabban látják át a helyzetet. Most az, ami van velünk, ugye van egy kiemelkedően magas infláció, egy a reáljövedelem tekintetében lefelé csúszó lakosság, vagy a lakosság túlnyomó része egészen bizonyosan. Van egy látható körülöttünk lévő gazdasági turbulencia, energiaáraktól kezdve az Európai Uniós gazdasági körülményeki környezetig. Ebben mi most különlegesek vagyunk, mint hogy a kormány szereti láttatni azt, hogy a mi helyzetünk az attól olyan, amilyen, mert mi valami mások vagyunk, mint bárki más, vagy beleillünk valamiféle trendbe, még hogyha kicsit szélsőségesen is. Kicsit mások vagyunk, de nem jobbak, hanem most jelenleg éppen rosszabbak. Tehát az a fajta különutas, sokszor dicsekvő módon egyedi döntésekre épülő politikai vagy gazdaságpolitikai irány, arra most azt lehet mondani, hogy ez most éppen nem jobb, hanem kicsit rosszabb helyzetbe hozta az országot. Volt az elmúlt 10 évben jobb? Rövid időszakokra talán volt, és ha nem 10 évre, hanem 20 évre húzzuk ki, akkor meg természetesen volt. Tehát az uniós csatlakozás idején Magyarország az éllovasa volt a régiónak, sőt a uniós csatlakozást megelőzően még olyan időszakok is voltak, amikor arról beszéltünk, hogy Magyarország annyira kilóg előre fel a régióba, hogy akár előbb is csatlakozhat az unióhoz, mint más közép-kelet-európai országok. De hát ez már jó 20 éve volt,
és az akkori megszerzett előnyünket azt mostanra inkább hátránnyá sikerült ledolgozni. Ha én azt mondtam, hogy 10 év, akkor nyilván én egy vonalat húztam 2010 után és 2010 előtt között. De vajon ez egy valódi vonal? Tehát tényleg valami más történik, és elvágólagosan 2010-től, vagy egyfajta folyamatban vagyunk, ami elkanyarodott egy irányba? Szerintem az ezredforduló óta vagyunk azért alapvetően egy folyamatban. Akkor alakult ki egy olyasfajta rossz értelembe vett és demagóg, populista irányba forduló politikai versengés, amiben egyre inkább beleállt minden politikai ideológiai oldal, egyre inkább az osztogatásra, a rövidtávú népszerűség hajhászása a jövő fejlődésére. 2001-es kampány, 2002-es száznapos program. Így van. Tehát a egyébként később a költségvetésnek méretetlen terheket okozó kamattámogatásos programok azok már elindultak 2000-2001 környékén. 2002-ben ígérgetéskampány zajlott, amit akkor éppen a baloldal nyert meg, de azokat az ígéreteket, azokat bőségesen, sokszorosan el is költötték, tehát akkor elindult egy adósságfelhalmozás, vagy tovább folytatódott, mert már a kamattámogatott hitelekkel is elindult az adósságfelhalmozás, és ez hosszú ideig tartott, ebben néha nagyon erősen be kellett húzni a fékeket, a mi kormányunkra az jutott egyébként, hogy egy teljesen értelmetlen irányba, átgondolatlanul, rövid távon kialakított gazdaságpolitikába fékeket kellett behúzni, hogy ne csattanjunk annál jobban a falnak, mint amennyire csattantunk, de aztán lényegében ugyanez a nézzük meg, hogy miből lehet rövid távú politikai hasznot húzni típusú gondolkodás maradt a része a gazdaságpolitika alakításának. Érdemes lesz visszatérünk, mert ugye vannak azok a vélemények, hogy most konkrétan ez a bajunk, de ne csattanjunk nagyobbat, mint amekkorát csattantunk. Mekkorát csattantunk igazából 2009-10-ben? Mert akkor még, amikor átvette a kormányt 2010-ben kormányzást Orbán Viktor, akkor ez a mondat nem úgy hangzott, mint pár hónappal később, amikor is a görög teljes csőddel vetették össze a magyarországi helyzetet. Hát ugye ez fontos elmondani, hogy miközben mi 2009-ben egy 6-7% közötti recesszióba vettük át a kormányzást, 2010-ben 1,5%-os növekedésben adtuk át. Azért, mert kinőtte magát a magyar gazdaság, vagy azért, mert ennyire jól kormányoztak? Hát most hagyd ne én minősítsem a saját kormányzásunkat, de az adatok azok ezek a tényadatok, és mindez úgy történt, hogy közben csináltunk egy 4%-os GDP arányos kiadási lefaragást, tehát ebben a helyzetben kellett így egyensúlyoznunk, hogy nem tudtunk túlköltekezni, nem volt pénz, de ennek ellenére sikerült olyan típusú, ösztönző, szabályozó intézkedéseket végrehajtani, hogy sikerült növekedésbe visszafordulni. Honnan tudták, hogy kell? Ha úgy kellett egyáltalán, mert hogy sem Bajnai Gordon nem volt kormányon korábban, sem nem volt miniszter. Én nem voltam, ő ugye volt gazdasági miniszter, én 2009-ben tehát nem vezetett kormányt. Leegyszerűsítő módon tudok erre a kérdésre válaszolni. Tehát általában van az a fajta közgazdasági paradigma, hogy a politikai döntéshozók azért vannak szerencsétlen helyzetben, mert választaniuk kell, hogy vagy a növekedést, vagy a pénzügyi stabilitást választják, vagy szórják a pénzt, és akkor lesz belőle a növekedés, de jó sok adósság is megfelborul az egyensúly, vagy egyébként megtakarítanak, és akkor pedig ugyan vagy pénzügyi stabilitás lesz, de nem lehet növekedni. Ez egy leegyszerűsítő megosztás, mert van a kettő között egy szűk mezgye, ahol lehet olyan döntéseket hozni, hogy pénzügyi stabilitás is lesz, de növekedés is kialakulhat belőle, csak sajnálatos módon ezek általában a politikailag legnépszerűtlenebb intézkedések. 13. havi nyugdíj, hogy mondjak egyet. Például a nyugdíj. Azóta is visszatérő. Így van, vagy általában a nyugdíjrendszerhez való hozzányúlás, mondjuk, ha már a nyugdíjrendszerről beszélünk, mondjuk a nyugdíjkorhatár emelése. A nyugdíjkorhatár emelése az ugye megtakarítást jelent a költségvetésnek, hiszen később kell elkezdeni nyugdíjszolgáltatásokat fizetni, de közben nem fogja vissza a növekedést, mert hogy az annyit jelent, hogy több aktív dolgozó marad a gazdaságban, tehát többen termelik a GDP-t. Ami ez a tipikus... franciák most olyan nagyon nem örülnek. Erről beszélek, tehát hogy vannak olyan intézkedések, amik egyszer segítik a növekedést, és nem borítják fel a költséget, és sőt, még az egyensúlytartását is segítik, tipikusan ezek a legnépszerűtlenebb politikai intézkedések. És mi abban a helyzetben voltunk, hogy azt mondtuk, hogy egy évig kormányzunk, egy évig foglalkozunk ezzel a munkával, és nem arra optimalizálunk, hogy milyen sikerre szerepelünk majd a következő választásokon, hanem arra optimalizálunk, hogy az országnak jó legyen, amit csinálunk. És ezért meghoztunk olyan intézkedéseket, amik egyébként politikailag népszerűtlenek, de nem
nem az volt a fontos, hogy én majd a következő májusban vagy következő tavasszal kiállhassak, hogy rám szavazzatok, én vagyok a legnépszerűbb politikus. Ebben a koordinátorrendszerben mi nekünk egy picit több mozgásterünk volt, ahhoz képest, hogy pénzügyileg egyáltalán nem volt mozgásterünk, politikai értelemben volt több. Nem akarták újrajelöltetni magukat, tehát ez egy világos helyzet, de így utólag, mert hogy van az a narratíva, főleg nem közgazdasági, hanem politológusi körökben, hogy ez okozta a Fidesz 2010-es cunamiszerű győzelmét, azt a bizonyos valódi kétharmadot. Ezt akkor át fogunk kalandozni most a politika világába. Hát picit, hát hiszen ez az egész arról is szól. Ennek egy dolog, egy tény adat mond ellent, hogy miközben valóban mi megtettük azt, hogy bevállaltunk hosszú sorát a politikai népszerűtlen intézkedéseknek, a kormány és az őt támogató baloldali pártok népszerűsége teljesen elvált 2010-re. Tehát valójában Bajnai Gordon egy népszerű személyiség volt. És a kormány szakértői szereplői azok relatíve népszerű szereplők voltak. Ha az a gárda indult volna el a 2010-es választáson, akkor jó eséllyel nem lett volna kétharmad. Kétharmad azért lett, mert az a baloldali tömb indult a 2010-es választásokon, akik viszont döntően korrupciós botrányokkal voltak terheltek. És igazából saját oldalról nagyon kevés dologgal tudtak kampányolni. Tehát én vitatom, hogy a kormány intézkedései miatt lett kétharmad. Azért lett kétharmad, mert a kormány maga egyébként el tudta fogadtatni a saját intézkedéseit, de a tőle kis távolságot tartó és szándékosan saját arculatot építeni próbáló akkor még kormánypártoknak, meg mert ez a saját arculat ez végtelenül gyengévé vált. Nem jött be az a taktika, hogy őket tekintsük szakértői kormánynak, ezt a sok csúnya dolgot nem mi csináltuk, hanem mi egyébként saját politikával rendelkezünk, és hát nyilván nagyon sok korrupciós botrány terhelte az akkori oldalt. Tehát nem a, hát meg a nem a Bajnai kormány emléke, igen, nem a Bajnai kormány vesztette el azt a választást úgy, hogy a Fidesznek kétharmada lett, hanem a tőle egyébként bizonyos mértékű távolságot tartó pártok vesztették amikor el a választást. Amikor 2013-ban Bajnai Gordon eldöntötte, hogy indul 14-ben. Uh-huh. Megkérdezte, hogy mit gondol róla? Persze, sokat beszélgettünk arról, sőt, hát én korábban mondtam neki, hogy ha politizálni akar és indulni akar, akkor valószínűleg nem érdemes sokáig halogatni a döntést. Beállt volna mellé? Én az elején jeleztem, hogy 2010 az, vagy 2014 az nekem nem reális időzítés, tehát hogy rövid távon biztos, hogy nem akarok ilyen típusú politikával pártpolitikával, kormányzati politikával foglalkozni, és ezt azóta is mindig elmondom, mert mindig van mit csinálnom egyébként. De egyébként ott volt köztünk egy véleménykülönbség, mert hogy nyilván ő abból indult ki, amiből nagyon sokan kiindulnak, és alapvetően ez nem is magyar sajátosság, sokan gondolkodnak így máshol is a politikában, hogy egy túlerővel rendelkező ellenféllel szemben indul el az ember, akkor az utolsó pillanatban szabad csak kiteríteni a kártyáit, mert egyébként ledarálják. És most is nyilván mindenki ettől tart, a Fidesz-szel szemben elindulni, hogyha valaki felemeli az ászlót, hogy én felvállom ezt a feladatot, abban a pillanatban karaktergyilkosság, rágalomhadjárat, mocskolódó kampányok is minden sújtani fogja, és mire elér odáig, hogy egyetlen választási szereplésig eljusson, addigra már mindent mondanak róla az emberek, csak az igazságot nem. Ebből a logikából érthető, hogy Bajnai Gordon is azt mondta, hogy ki kell várni, és majd a végén kell bejelenteni, hogy ő indul-e vagy sem. Csak ugye az maradt ki a számításból, hogy ebben a koordinátorrendszerben nem csak a Fidesz volt ellenérdekelt, és nem csak vele kellett megharcolni ezért a jelöltségért. 2014-ben volt utoljára az, hogy a Fidesz-szel szembeni szavazatok jóval nagyobb számban jelentek meg a választásokon, mint a Fidesz-re adott szavazatok. Tehát ellenzéki oldalon 500 ezerrel több szavazat volt. Azóta kiegyenlített, vagy egyébként a Fidesz oldal több szavazatot kapott, ugye 22-ben már nem is volt kiegyenlített, igen. De 14-ben még az ellenzéknek egyébként a leadott szavazatok alapján lehetősége lett volna megnyerni a választást. Egy dolog, tehát hiába volt mocskolódó kampány, hiába voltak lejárató kampányok, akkor még nem volt ennyire felborult média egyensúly, volt még média nyilvánosság, lehetett ezzel szemben érvelni, lehetett ezzel szemben beszélni. A 14-es választás azon ment el, hogy az ellenzéki oldalon volt olyan belháború, hogy gyakorlatilag kinyírták egymást a jelöltek. És én ezért mondja, hogy mi szólt neki előre erről? Hát nem beszéltük ennyire részletesen ki, de szerintem az akkori nyilatkozatokat visszakeresve látható, hogy én inkább amellett voltam, hogyha
Nyilván Bajnai Gordon döntse el, hogy elindul vagy nem, de ha eldönti, hogy elindul, akkor még minél korábban kellett volna eldönteni, mert akkor lehetett volna az ellenzéki oldalon még egy egységes képet kialakítani, és 14 az még nyerhető lett volna az ellenzék számára egy egységes fellépéssel, mondom, mert több volt az ellenzéki szavazat, mint a Fidesz oldalra leadott szavazat. Jobb ország lenne ez lehetett. Ma? Mondjuk gazdaságilag lehetne jobb ország ez ma, hogyha nincs kétharmad, és most ne is fideszezzünk meg orbánozzunk, maga a kétharmad, mint berendezkedés, mint rendszer. Én erre megint egy ilyen leegyszerűsítő választ tudok adni. Szerintem demokráciában jobban működne ez az ország. Még akkor is, hogy a civilizációs fejlődésnek vannak olyan állomásai, ahol egyszerűen olyasfajta káoszban kell irányítani, hogy én még, azt, még el is fogadom sok történésznek azt a fajta hozzáállását, hogy bizonyos helyzetben a központosított irányítás segít el egy fejlődési szintig, de mi túl vagyunk ezen a fejlődési szinten. Mi a nyugati világban versenyzünk, a nyugati világban olyan típusú döntésekkel kell tudnunk versenyezni, ahol nagyon sok információt, nagyon sok lehetőséget, a gazdaságpolitika nagyon sok paraméterét kell tudni figyelembe venni, egyszerre nem egy, nem két embernek, hanem 500, vagy 50, vagy 150 embernek kell tudni közösen döntéseket meghozni, és ez demokratikus módon működik. Vitákkal, ellenérvekkel, különböző vélemények versenyeztetésével és közös döntésekkel. A magyar gazdasági és társadalmi fejlődési pályának azt tenne jót, ha lenne valós politikai verseny. Hogyha minden választás kétséges kimenetelű lenne, hogyha egymással versenyezni képes politikai oldalak tudnának véleményeket ütköztetni, tudnának potenciális intézkedéscsomagokat versenyeztetni, és ennek alapján dőlne el, hogy milyen irányba megy az ország. Egy előre lejátszott, választási rendszerben egy irányba húzó, média nyilvánosságban egy irányba húzó választásokon, ahol szinte tényleg már csak az a tét, hogy akkor most a Fidesznek egyszerű többsége van, vagy kétharmados többsége van, nem tudnak vélemények ütközni. Nincs vita, nincs demokratikus döntéshozatali rendszer, és mondom, azon a fejlődési szinten már túl vagyunk, hogy annyira egyszerű döntéseket kell hozni, hogy központi irányítással mindenre jó választ lehet adni. Egy csomó kérdésre nem adunk jó választ, és nem azért, mert buta emberek ülnek egyébként a legfelsőbb döntéshozatali pozícióban, hanem azért, mert ezek már nem egyemberes döntések. Ezek már sok emberes döntések, és ezért működik a demokrácia jól, nagyon sok helyen a fejlett világban, és ezért van az, hogy egyébként a világ legfejlettebb országai azok demokratikus döntéshozatali rendszerben működik. Azon gondolkozom, talán mosolyogok is egy kicsikét. Előbb volt egy fél mondat, hogy mondta Bajnai Gordonnak 13-14 körül, hogy önnek ez korai, hogy ebbe a politikai darálóba visszaszálljon. Azóta eltelt egy csomó idő, hát majd egy évtized. És közben lett annyi vesztenivalója, hogy már azért nem száll be? Vagy voltak éppen nem zárta ki? Az, hogy közügyekkel vagy közélettel foglalkozzam, az sose zártam ki. Az, hogy most éppen sokat kérdeznek, de egy időben meg egyáltalán nem kérdeztek, az inkább a hazai média nyilvánosságnak a sajátossága. Nem, egyébként azt gondolom, hogy egyébként politikailag valójában szinte egyre kevesebb vesztenivalóm van, mert hogy gazdaságilag egyre önállóbb vagyok, és egyre kevésbé függünk az országtól, a cégcsoportunk egyre inkább nemzetközi piacokon dolgozik, nemzetközi befektetői körrel. Inkább azt mondanám, hogy szeretem, amit csinálok, van mit csinálnom, és nem látom, hogy a hazai politizálás az egyébként olyan körülmények között, olyan stílusban, olyan minőségben és olyan lehetőség szerint zajlana, ami engem egyáltalán vonzana. De egyébként meg szoktam felelősséget vállalni, vagy általában szeretek felelősséget vállalni azért, amit csinálok, és amit most csinálok, az pedig egy hosszú távú elköteleződés. Ugye most arra már a cégcsoportunk az egy tőzsdén szereplő cégcsoport, viszonylag széles befektetői körrel és egy-egy nagyobb számú befektetővel. Nekik ígértünk valamit, és azt én komolyan is gondolom, hogyha valakinek ígérek valamit, akkor azt végre is hajtjuk. Tehát ez most egyébként teljes egészében leköt. Attól függetlenül, hogy nem tudok kiszakadni abból, hogy ebben az országban élek, vagy ebben az országban is élek, és az itt zajló dolgok azok. Hát ugye a cégcsoportunk az nyugat felé terjeszkedik, ott Hollandiában nyitottunk irodát, tehát a kollégák egy része már Hollandiában dolgozik. A családom meg sok helyen, három gyerekem van, az egyikük Hollandiában jár egyetemre, a másikuk Londonban gimnáziumban, a harmadik a legkisebb pedig Brüsszelben jár egy brit iskolába, és a feleségem is Brüsszelben él egyébként. És a gyerekeket körbejárják hétvégente, vagy ez hogyan? Vagy ők jönnek hozzánk, igen. Azért igen. Ez így eléggé szétszakított élet. Egy európai család lettünk, igen. Az hogy lehet, hogy nem a türk tanács felé keresnek kapcsolatot, hanem nyugat felé? A
Amit az előbb a demokratikus működésről elmondtam, azt nyilván nem csak a politikáról gondolom, hanem általában arról, hogy üzleti életben, bárhol máshol, milyen kultúrát szeretek én magam körül látni, és milyen gondolkodás, ami engem vonz. És továbbra is a nyugati világ az, ami üzleti teljesítményben is ott tart, ahol azt a fajta teljesítményt, azt a fajta cégépítést, azt a fajta befektetési környezetet én ott találom meg. Önmagában már a magyar környezet is zavar, ahol nagyon-nagyon beleavatkozik a politika egyébként az üzlet működésébe. Meghatározó jelentősége van egy üzlet sikere szempontjából a legtöbb iparágban, hogy kinek milyen politikai kapcsolatai vannak. Korlátozott mértékben számít a valós teljesítmény, tehetség, és nem lehet elszakadni attól, hogy a politika hol mennyire mibe szól bele, és minél keletebbre megyünk, ez annál inkább így van. Nyilván most különböző országokra ez különböző mértékben mondható el, de nekem az a természetes közegem, ahol attól függ, hogy ki mit ér el, hogy mire képes, és mit tud, és mi a motiváció, és milyen napi munkát végez, és nem attól, hogy éppen milyen családba született, vagy kik a barátok. Jó, ennyit a türk tanácsról. De közben meg amiket mond, azok mindig újabb és újabb dolgokat vettek fel. Hát hogy nem? Például azt, hogy csomó fiatal vállalkozóval dolgozik. Hát ugye startupok, elhangzott az előzetesben is. Ők bekalkulálják már ezt a demokratikus, antidemokratikus, valamilyennek minősítő gazdasági közeget, akkor, amikor terveznek? Azok a vállalkozók, akikkel én dolgozom, ők eleve nem országokban gondolkodnak. Ez persze egy nagyon szűk, jól képzett réteg, akik úgy mennek neki a világnak, hogy ők most éppen Budapesten építenek céget, de már... De nekik mindegy lenne, hogy hol vannak ennyi erővel. Hát mert a világ a célpont, és nem van, az adott de az hely. Ő piacuk az egész világ, ők úgy építenek új termékeket, új szolgáltatásokat, hogy eleve odaadják el, ahova azt leginkább érdemes eladni, és abban gondolkodnak, hogy majd éppen ahogy a lehetőségeik adódnak, vagy a szükség mutatja, éppen ott fognak tevékenységet és végezni. És ez a környezet, mint keltető, nem okoz némi gátat, nehézséget? Tehát ugye azért ők itt nőttek föl. Itt élnek, ezt a fajta kultúrát szívják magukba, egy csomóan közülük a 2000-es évek szülöttei. Igen is, meg nem is. A kényszerből mindig lehet erőnyt kovácsolni. Tehát önmagában az, hogy Magyarországon üzleti lehetőségeket bekorlátozza ez a politikának a mindenbe való beavatkozása, a minden átpolitizáltsága, és az, hogy ez ettől függ nagyon sok tevékenység sikere. Ez arra is nyom egyébként tehetséges fiatalokat, hogy ne ezen a területen próbáljanak szerencsét, hanem próbáljanak ki olyat, amit nem feltétlenül csak Magyarországon kell csinálni, meg nem függ a politikától, mert egy technológiai szolgáltatásokat fejlesztő céggel nem nagyon tud mit kezdeni egyébként a politika. Azt nem lehet enstandolni neres módszerekkel, mert hiába megy oda valaki, hogy kérem ezt a céget, akkor az a cég az két várossal arrébb költözik, és boldogan végzi a külföldi ügyfelei számára továbbra is a tevékenységet, tehát nem lehet vele mit kezdeni. Tehát van ez a fajta nyomás, ami politikai hitvallásra és alkalmazkodásra próbál nagyon sok mindenkit rákényszeríteni, abból nyilván egy egyébként tehetséges réteg kicsúszik, és ettől pont a nyugatias, nemzetközies üzleti tevékenységet fogja inkább végezni, és ez irányba megy el. Nem ez a legfőbb kérdés, tehát találunk mi ilyen típusú szereplőket, akik ilyen típusú tevékenységet akarnak végezni, hanem az a kérdés, hogy ez mennyire marad meg Magyarországnak, tehát ez mennyire marad magyar érték, vagy ez a folyamatosan fokozódó és terjeszkedő politikai nyomás, ez a végén igazából a magyar gazdaságból is kiszorítja ezeket a szereplőket, mert ha az utóbbi történik, és ennek nyilván mutatkoznak jelei, az mérhetetlen veszteség. Túl függetlenek ahhoz, hogy kelljenek abban a rendszerben, ahol a függetlenség nem feltétlenül erény? Azt nem mondom, hogy a rendszernek nem kellenek, hanem a rendszer nem motiválja őket arra, hogy egyébként a rendszeren belül építsék a saját dolgaikat. Előbb azt mondta, hogy figyelekem, hogy nem az történik velük, mert hiába történne, hogy oda megynek hozzájuk, hogy kérem ezt a céget. Önhöz mentek? Nem. Nem, szerintem ennek a rendszernek egyébként számomra nagyon sok kritizálható tulajdonságával szemben egy tudása van, nagyon ismeri az embereket. És pontosan tudja, hogy kiről mire lehetne számítani. És valószínűleg engem is ismernek, tehát tudják, hogy
sok mindent lehet nekem mondani, de oda jönni hozzám, hogy kérem a céget, nem sok értelme van. Nagyon sok konfliktus generálna, nyilvánvalóan hamar kiderülne a nyilvánosság előtt is. Meg az én cégem még azért olyan állapotban van, hogy nélkülem sokra nem lehet menni vele, igyekszem építeni a csapatomat, egyre erősebb az önálló menedzsment is, de azért nagyon a személyemhez kötődik a cég, a befektetői kör. Úgyhogy ennek nem sok értelme lenne. És ha valaki oda megy, hogy Péter, az a helyzet, hogy megtaláltak, mit csináljak? Erre vannak ilyen szabványválaszok, vagy van, amikor azt kell mondani, hogy figyelj, add oda? Ilyet sosem mondtam senkinek, mindig elmondtam a véleményemet. Nyilván egy rettentő nehéz élethelyzet, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, és végső soron ő tudja meghozni a saját döntéseit, mert ez nagyon sok rétű kérdés. Személyes egzisztenciák, családi egzisztenciák, cégen belüli dolgozók sorsa függ tőle. Zsarolhatóság. Igen, de ráadásul, ha valaki tisztességesen végzi a dolgát olyan helyzetben, amikor a hatósági eljárások akkor is hosszú évekig folytathatók, hogyha a végén nem lesz belőle semmi, igazából az életüket normálisan élő emberek is pillanatokon belül... Az normális, hogy erről így beszélgetünk egy országban? Nem. Ugye nem? Nem. Tehát, hogy oda nem. Lehet menni a hatalommal a háttérben, és azt lehet mondani, hogy kérem a céged. És akkor erről realitásként beszélgetünk. De most igen, tehát hogy lehet, hogy erről nem sokan beszélgetnek, de ettől függetlenül ez nem egy-két éve, hanem hosszú ideje zajlik ebben az országban. Tehát, hogy ezek folyamatosan megtörtént események, és ha valaki most erre rácsodálkozik, akkor lehet, hogy nem az üzleti életben dolgozott. Ebben az a furcsa, hogy mi erről így tudunk beszélgetni. Nem az, hogy beszélünk róla, hanem hogy ez a realitás. Tehát, hogy ez van. Igen, így élünk itt. Hát igen, kérdés, hogy meddig fogunk tudni így beszélgetni erről, de én is kényelmetlenül érzem magam benne, megmondom őszintén, de attól még sajnos azt látom, és ez meg a hétköznapi életben borzasztóan zavar, hogy általam ismert emberek mesélik el, hogy kapnak ilyen megkereséseket, sőt olyan megkereséseket is kapnak, hogy hát miért kéne fizetni ezért a cégért, miért nem adja oda csak úgy. Adott te ezt magadtól? Igen. És adja? Biztos van rá példa. Nem azzal töltöm a mindennapjaimat, hogy ilyen történetekbe ásson bele magam. Nyilván vannak szereplők a magyar politikában, akik ezt a munkát igyekeznek elvégezni, és amennyire tudnak nyilvánosságot keresni hozzá, de ha hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hallottam volna ilyen történeteket. Ennek mennyire van nemzetközi híre, hogy mi itt, hogy működünk? Tehát, hogy van egyfajta demokratikus látszatunk, és van egy gyakorlati látszatunk. Legutóbb azt hiszem, valamilyen németországi üzleti képviselet adott annak a véleményének hangot. Most nem biztos, hogy pontosan idézem, de nagyjából szerintem jól idézem, hogy maffia módszerekkel próbálják most már a német cégek üzletét is elvenni Magyarországon. Tehát ennek van. Ez nemzetközi piacokon is látszik. És érződik, és visszhangja van. Azon töpreng ilyenkor az ember szerintem óhatatlanul, hogy ez egy idő után milyen károkat okoz, konkrét károkat okoz egy országnak. Illetve, hogy szabad-e nem figyelni arra, hogy ezek a hangok megjelentek? Biztos figyel mindenki rá, de a jelenlegi rendszer az politikai logikában gondolkodik. Egy dologra optimalizál, 4 évente azt a választási szereplést, amit kell neki produkálni, azt produkálja, mert hogyha kétharmados többsége van, akkor azt csinál, amit akar, és alapvetően nyilván azt figyeli, hogy egyébként ebben a lényegében megdönthetetlen hatalmi rendszerben a saját koncepcióját hogy tudja végrehajtani. Azt szerintem nem kérdés, bár nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi döntéshozók kellően komolyan veszik, de egy ország fejlődésének és gazdasági teljesítményének rengeteget árt, hogyha a vállalkozói réteg az nem érdem és képesség alapomban szelektálva, hanem politikai lojalitás alapján. Ez egy evidencia, erről vitatkozni sem kellene. Tehát nem csak az a kérdés, hogy milyen hírünk van, hanem hogyha a legjobb vállalkozók azok rokonságból és baráti társaságból kerülnek ki, akkor biztos, hogy rosszabbul szerepülünk a nemzetközi gazdasági versenyben, mint hogyha egyébként az arra leginkább alkalmasak kerülnek ki. Most bocsánat, a politika szereti a foci hasonlatokat, tehát hogyha a magyar válogatottat egy-két politikus rokonságából és baráti társaságából kellene kiválasztani, akkor nyilván egy sokkal rosszabb minőségű válogatott állna össze, mint hogyha a legjobb focistákat rakjuk bele. Szerintem ez egy viszonylag könnyen érthető hasonlat. Valamiért a magyar üzleti életről a politika azt gondolja, hogy a politikai hatalmi célokat azt szolgálja, hogy
senkinek ne legyen olyan gazdasági potenciálja hatalma, aki politikailag nem kellően lojális. Hát mert nem ez látszik biztos... annyira a gól meg a vereség, mint mondjuk a focipályán. Igen, igen, ez biztos logikus hatalompolitikai szempontból, de az ország szempontjából nem jó. Viszont most van egy elég jelentős gazdasági fennakadás, az állam és az őt oly nagy előszeretettel körülvevő vállalkozói kör között. Ez átalakíthatja ezt a gazdaságot, ezt a működést? Ugye nem lehet annyi pénzt osztani, mint amennyihez hozzászoktak 10 éven át. Hosszú távon átalakíthatja, rövid távon ezeket ki lehet ülni, ki lehet bekelni, ráadásul az látszik, hogy ebben a prioritása a kormánynak azért mégiscsak ott van, hogy a gazdasági érdekek sérülnek utoljára. Tehát, hogy előbb sérülnek a tanárok, előbb sérül az oktatás, az egészségügy, nagyon sok minden más terület. Most bocsánat, hogy ezt a fajta leegyszerűsítő, és ebből a szempontból egy picit demagógnak is hangzó érvet használom, de hogy a Vodafone még mindig megvásároljuk, meg Budapest Airportot vissza akarjuk vásárolni. De hát hitelből. Hát oké, de azt a hitelt vissza kell fizetni. Hitelből csak nem lehet betagógus bért fizetni hónapról hónapra. Egyszer megveszük a Vodafont hitelből. Hát igen, de azt a hitelt vissza kell fizetni nagyon sokáig, és még 3 másik dolgot vásárolunk, és egyébként legyünk őszinték, az állam által részben maga, részben a saját elitje számára visszavásárolt cégek aztán a magyar lakosságból és a magyar költségvetésből fognak élni. Tehát ezek az egyébként helyenként nem jól teljesítő, sokszor veszteséges cégek majd úgy lesznek fenntarthatók, hogy egyébként majd nem tudom én, a teljes önkormányzati szféra, vagy a kormányzati szervezetek ügyfélé válnak, fizetik ezeket a díjakat. És rögtön nyereséges a szolgáltatásokat. Igen, nyereségesek lesznek. Ez a hazai politikailag befolyásolt üzleti modellben benne van, tehát ezek a politikailag kontrollált cégek egyébként nyilván lehet, hogy egyszer okoznak megvásárláskor költségvetési kiadás, de aztán folyamatosan terhet jelentenek a gazdaságnak meg a költségvetésnek, mert sajátos árazással úgy tartja őket egyébként, akár nem túl optimális és hatékony gazdasági működés mellett is víz felett az ország, hogy ezt folyamatosan végső soron mi fizetjük. Előbb azt mondta arra a hasonlatra, hogy a pedagógusok kontra mondjuk Vodafone vagy reptérvásárlás, hogy kicsit demagóg. De ezt ugye gyakran halljuk a politikától is, az ellenzéki politika rendre ezzel érve. Kimutatható az, hogy miközben Vodafont vásárolunk, emiatt nem jut a pedagógusok béremelésére? Tehát nagyon egyszerű egyenlősége lehet tenni gazdasági szakemberként a kettő között? Szerintem ez valóban egy torzító megfogalmazás, vagy kimutatás, mert az ilyen típusú vásárlások, én azt gondolom, hogy hosszú távon egyébként költséget fognak jelenteni a magyar gazdaságnak, meg költségvetésnek, mert ezek a politikailag kontrollált cégek nem feltétlenül működnek hatékonyan, és nem feltétlenül piaci az árképzésük. Most függetlenül a Vodafontól nem akarok senkit ebbe belekeverni, lehet, hogy még a Vodafone normálisan is fog működni, és nem lesz ilyen gondja, de azért nem tudom, és ha visszamegyünk évtizedekre, emlékezhetünk a Postabank fejreállására, ami szintén egy ilyen politikailag irányítgatott kontrollált bank volt, nagyon sok rossz hitellel, nagyon sok rossz tranzakcióval nem jól működött, és aztán a végén brutális pénzt bekerült az országnak azt rendbe tenni, és én nagyon félek egyébként majd ilyen történetekről. De azért legyünk őszintén, nem ez kerül most a legtöbbe az országnak. És akkor most picit visszakanyarodunk a makrogazdasághoz, hogyha már ilyen szépen kibeszéltük az üzleti és korrupciós működési környezetet. Ha most egy dologra rá kell mutatni, hogy mi az, ami ma a legtöbbe kerül a költségvetésnek, azok a kamatok. Tehát a kamatszint az, amit hogy most beszélgethetünk egyébként ilyen 400, 500, 700, 800 milliárdos cégvásárlásokról, de az idei várható kamatterhe az államadóságnak az nagyságrendileg 3000 milliárd forint. És azért ennyi, mert folyamatosan árazódik át a magyar államadóság. Tehát amíg az eddigi államadóság az egyszámjegyű kamatokkal volt finanszírozható, ugyanaz az adósságállomány most már egyre nagyobb arányban, ugye kétszámjegyű kamatokkal. Ez mitől van? Hát attól van, mert lejárnak a régi államkötvények, és az új államkötvényeket már csak 15-16%-os. Na de az miért van? Hát azért van, mert akkor olyan a kamatszint, amilyen magas infláció, magas alapkamat, magas kamat. Tehát erre szoktuk mondani, hogy beárazzák az országot azok, akik hitelt adnak. Így van. Hát ilyen áron adom. Igen, ezért van egy adok-kapok egyébként a monetáris politika és a kormányzati politika között, mert a kormány nagyon várná, hogy induljon el a kamatcsökkentési pálya. Amíg ezen az áron árazódnak át az államkötvények, addig elképesztő mennyiségű kamatterhet visel a költségvetés, abból mindent meg lehetne oldani. Tehát ha ez csak 1000 milliárddal kevesebb,
és az ugye évente visszatérő kamatköltség. Tehát, hogyha a költségvetésben nem 3000 milliárd forint lenne a kamatköltség, hanem 2000 milliárd, milliárd akkor 1000 milliárdból lehet minden évben megoldani. Jó, de ez mi múlik? Tehát Matolcsy György azt mondja, hogy elhibázott a gazdaságpolitikája a kormánynak. A kormány azt mondja, hogy elhibázott a Magyar Nemzeti Bank működése. Ez remek, ezzel a sajtó kiválóan elszórakozik, néha szórakoztatjuk a kedves nézőket, mi is. De hát ez nem vicc, ez nem szórakozás kérdése, ezek halljuk, milyen szinten súlyponti kérdések. Min múlik, hogy ki dönt? Hogy ki változtat? Hogy hol lehet ebbe belenyúlni? A kamatpolitikán a jegybank tud változtatni, de mindenki zsákban táncol ebben a kérdésben, és a gazdaságpolitikában az a nehéz, hogy mindig mindennel összefügg. És hogyha valahol hibákat követünk el, és a versenyképesség tekintetében azt gondolom, hogy hibákat követünk el, pont azért, amit átbeszéltünk az elmúlt 10-12 évnek a politikailag befolyásolt vállalkozásfejlesztési politikája, az nyilván nagy lukakat ütött a versenyképességen. Egy nem megfelelő teljesítőképességű, nem megfelelő versenyképességű gazdaság csak állami pénzköltéssel tud állandóan GDP növekedést produkálni, csak azzal tud plusz teljesítményt elérni. Állami pénzköltésre most nincs tér. Ha nincs erre tér, akkor nyilván megvannak a maga kötöttségei a fiskális politikának. Egy rosszabb teljesítményű fiskális politika mellett nyilván mondja azt a jegybank, hogy neki nincs más választása. Az inflációt le kell szorítani, ezt a kamatszintet tartania kell, ha ebből enged, akkor minden fejre áll, mert elszabadul az infláció, elszabadul a forint árfolyam. Tehát ezért van az, hogy mindenki a másikra mutogat, a költségvetés meg a monetáris politikára mutogat, hogy nekem meg azért nincs pénzem, mert olyan magasan szinten tartod a kamatokat, hogy az nekem... Hol a kiárat? Ez az, amikor nagyon lassú, sziszifuszi, szisztematikus munkával lehetne egyébként javítani a helyzeten. Gondolkodásváltásra van szükség általában a gazdaságfejlesztésben, a gazdaságpolitikában. Tényleg, amíg nem az lesz a helyzet, hogy a jelenlegi gazdasági szerkezetben tudunk jobb teljesítményt nyújtani, ugyanezzel a foglalkoztatottsági mutatókkal, ugyanilyen réteggel, ugyanezzel az elvégzett munkával kétszer annyi értéket tudunk teremteni, addig ebből most már nem fogunk tudni kilépni. Hát ez nem érődik helyzetből. Folyamat. Nem, tehát amellett, hogy az elmúlt tíz évben nyilván pénzbőség volt, jött a pénz mindenhonnan, olcsó volt a hitel, jöttek az uniós pénzek, amellett azért az látszik, hogy a bővülés igen jelentős része abból adódott, hogy egyre több embert lehetett foglalkoztatni Magyarországon, tehát lehetett bővíteni a foglalkoztatott jövőt. Ez végül is akkor egy jó döntés volt a kormány részéről, ezt hirdették. Olyan szempontban meg. Igen. Tehát, hogy ez egy kezdeti fázisa egy gazdasági fejlődésnek, hogy nem kell, hogy bárki jobban dolgozzon, nem kell, hogy a munkája hatékonyabb legyen, csak dolgozzanak többen azok is, akik nem dolgoznak, és akkor ebből gazdasági bővülés lesz. De ennek elértünk a határára. Ezt nem lehet, tehát hogy most már nagyon szűk a munkaerőpiac. Nincsenek nagy munkanélküli rétegek, akiket egyszerűen nagy összeszerelő üzemek beruházásával behozunk a munkaerőpiacra, és ettől GDP növekedés van. Most már az a kérdés, hogy ez a Magyarországon dolgozó aktív réteg, ez a napi 8 órában elvégzett munkájával, hogy tud kétszer annyi értéket teremteni. Most a nézők azt mondják, hogy én bemegyek a munkahelyemre, és én tisztességesen dolgozok, elvégzem a munkámat. Pontosan, nem erről van szó. Nem többet kell dolgozni, ugyanannyit kell dolgozni, és ugyanannak a munkának kellene, hogy többletértéke legyen. És itt jön az a kérdés, hogy ha az elvégzett munka nem arról szól, hogy hogyan mutyízzunk le bármit, hogyan oldjuk meg okosba, hogyan szerezzünk haverokat, stb., hanem tényleg az értékteremtésről szól. A cégek nem arra töltik az idejüket, hogy kinek a politikai barátja és hogy tudja a másikat nehéz helyzetbe hozni, hanem azzal, hogy egyébként hogyan működnek együtt és hogyan teremtenek értéket. Nem értem, hogy az ilyen puha jellemzőkön múlik nagyon sok gazdaság teljesítménye, hogy milyen az innovációs képesség, mennyire töltik azzal az emberek a munkaidejüket, hogy újabb dolgokat állítsanak elő, újabb, nagyobb értékeket, hatékonyabb munkavégzési módszereket, bármi mást. Milyen az együttműködési képesség, tehát ahol a szereplők nem úgy dolgoznak, hogy az egyik próbálja a másik területét letaposni és ezáltal előnyt szerezni neki, hanem együtt közös értéket teremteni. Ilyen puha tényezőkön múlik az, hogy innentől nem abból lesz gazdasági növekedés, hogy akkor még egy eddig nem dolgozó réteget behozunk a munkaerőpiacra, hanem mert ilyen már nincsen, hanem a gazdaság összteljesítményét, a teljesítő képességét növeljük. Minden nap mindenki ugyanannyit dolgozik, csak az a munka jobban adódik össze, és több értéket teremt. És ez az, ami nem működik úgy, hogyha a gazdaság fő meghatározó ereje a politika. Mert politikailag agyonnyomott légkörben ezt a munkát nem lehet jól elvégezni. Jó, értem, ebbe beleragadtunk. Ez most egy helyzet, amit leírt. Igen. Ebben élünk mindannyian, ezt értjük. Ebből hogy tudunk kimászni? Tehát ez nyilván egy több évtizedes folyamat, gondolkodásmód, munkakultúra, vezetési kultúra,
demokrácia. Így van, így van. Csak hogyha ezt a kulturális fejlődést nem fogjuk megtenni, akkor beleragadunk abba, hogy a monetáris és a fiskális politika egymást tologatja jobbra-balra, próbálja megtalálni a maga mozgásterét, de mind a kettő borzasztó nehéz helyzetben van. Tehát egy jobb teljesítményű gazdaság nélkül ugyanazon a tortán próbál mindenki veszekedni, és tényleg az, hogy a költségvetésnek ilyen kamaterhet mellett. Azt mondom, hogy Varga Mihály vagy Matolcsi György nehéz választás, elállítom? Abszolút, mert egyikük sincs olyan helyzetben, hogy egyedül meg tudja oldani ezt a problémát. Mert értem Matolcsi György helyzetét is, izgalmas lesz egyébként, pont akkor beszélünk, amikor délután van monetáris tanácsi ülés, és kérdés, hogy milyen módon próbál hozzányúlni a kamat környezethez, és elindul a kamat csökkentés irányába a monetáris tanács. Egyáltalán mit kommunikál benne, mert egyébként arra nem számítok, hogy konkrétan a kamat. Mi most kedden beszélgetünk, pénteken kerül a kedves nézők elé, addigra már tudjuk, hogy mi lesz a forint árfolyamával. Azt ne várjuk, hogy ezt mi most pontosan megjósoljuk, de az biztos, hogyha elindul egy lefelé menő kamatpálya, az borzasztó nagy nyomást fog jelenteni a forint árfolyamra. Egy nagyon erős forintgyengülés ugye egyébként talán már csökkeni kezdő inflációt is visszalökheti a növekvő irányba. Tehát egy olyan dologhoz kell hozzányúlni, amihez egyrészt muszáj lenne hozzányúlni, mert ezen a pályán kivérzik a költségvetés és kivérzik az ország, de ha meg hozzányúlunk, akkor pedig lehet, hogy egy kártyavárat döntünk magunkra. Mert az látszik, hogy a forint árfolyam most azért van ott, amiért, mert olyan magasak a kamatok, és lényegében kamatarbitrázs miatt jön mindenki euróból. Ugye egy banki dolgozó megszólalt a múlt héten, nem is a monetáris tanács tagja, tehát voltak éppen kívülről beszélt bele abba, hogy elgondolkoztató az, hogy nem kellene csökkenteni már a kamatsávokat. Erre azonnal a forint árfolyama szerintem 2%-ot, közel 2%-ot romlott, tehát pillanat alatt reagált a piac, pedig még csak beszélgetett. Igen, igen. De hát ugye Virág Barnabás egybank alelnöke jelezte azt, hogy magában a kamat folyosót kezdik el szűkíteni. Ugye a jelenlegi kamat szint nincs is a kamat folyosó szélén, tehát az nem is a kamat folyosó szűkítés, az nem azt jelenti, hogy a konkrét kamat szint csökken, csak a későbbi emelésnek nem lesznek már, későbbi emelésre nem lehet már lehetőség. És ő magában ettől igen, akkor szerintem egy 10 forintot begyengült az euró-forint árfolyam. Tehát viszonylag gyorsan kilengett. De ez azért van, csak hogy elmagyarázzam, mert hogy pillanatilag a forint árfolyamot jelentős részben az befolyásolja, hogy euróban lehet, nem tudom én, pár százalékos kamaton még hitelhez jutni, nem Magyarországon, de a nemzetközi piacokon, forintban meg lehet kapni a 15-16 százalékos kamatot. Tehát ma euróban forrást szerezni, átváltani forintra, és forint kamatokat szerezni, ez a kamatarbitrázs, ez iszonyú jövedelmező üzlet. De ez addig jövedelmező üzlet, amíg nem megy lejjebb a kamatszint, mert abban a pillanatban csökken a jövedelem, és a kamatszint csökkenése miatt mindenki visszamegy forintból euróba, akkor bezuhan az árfolyam, attól meg az meg egy lavinahatás, tehát az árfolyam csökkenésen ugye el lehet veszteni ezt a kamatelőnyt. Ezért van az, hogy abban a pillanatban, hogy valaki kicsit megpöccinti ezt a kamatszintet, az idegesebbek rögtön eladnak. Hát mindenki azt mondja, hogy neki gyorsan el kell adni, mert ha később ad el, akkor ő már elveszti azt a kamat jövedelem előnyt, amit eddig szerzett, mert sokkal rosszabb árfolyamon fogja tudni eladni a forintját. Tehát mindenki rögtön kiszáll a kötvényekből, és adja el a forintot, és gyorsan visszamegy euróba. Tehát ez egy iszonyú nehéz folyamat, amit most el kellene kezdeni, mert ha meg nem kezdünk el, akkor belerokkan az ország. Ha viszont jönnek az Európai Unióból a pénzek, majd egyszer, erre vár a kormány a kommunikáció szintjén, akkor ez a kérdés egy kicsit megoldódik, mert euróhoz jut az ország. Így van, annak van egy automatikus forint. De miért nem tesz meg mindent vajon a kormány ezért? Mert úgy tűnik, mintha nem tenne meg mindent, hanem ilyen immel álmal lassacskán lépeget. Én szerintem ebben a kérdésben a középen van az igazság. Tehát sokkal-sokkal többet tesz meg a kormány, csak ezt későn kezdte el megtenni. Tehát amit én most látok, de nyilván én is csak azért döntően hírekből tájékozódó újságolvasó ember vagyok, hogy a saját képességeihez mérten a lehető legjobban felbújtotta a kormány az álláspontját, és minden kérdésben várja az instrukciókat, hogy mit kell csinálnia és hogyan kell eljárnia, csak hogy egyrészt az Európai Unió nem így működik, tehát nem az Európai Unió nem konkrét törvényszöveget diktál, hanem elveket jelez, és az elveknek kell tudni megfelelni, és az nem mindig sikerül rögtön. Másrészt én azt gondolom, hogy az Európai Unió is azért tárgyal így, mert ezt most már saját taktikaként alkalmazza.
Tehát az Európai Unió sem sürgette, vagy sürgeti a megállapodások azonnali lezárását, mert az elmúlt 13 évben az lett a tapasztalata az Orbán kormánnyal kapcsolatban, hogy amint van megállapodás, és amint el van utalva a pénz, onnantól igazából kontrollálhatatlanná válik minden. Tehát érzek egy szándékosságot a másik oldalon is abban, hogy kell tárgyalni, kell lehetőséget mutatni, kell folyamatosan akár csepegtetni a pénzt, de sajnos az a helyzet, hogy olyan kép alakult ki a magyar tárgyalási stratégiákról, hogy ott is az lett a megoldás, hogy akkor hosszú távon kell fenntartani ezt a függőség állapotát. Ezért mondom, hogy itt most nem azt gondolom, hogy a kormány egyébként saját magához képest ne próbálna mindent megtenni, de belelavírozta magát egy olyan helyzetbe, hogy most már a másik fél is nagyon hosszú tárgyalásokat akar folytatni erről. Visszakanyarodva arra, amivel foglalkozik a hétköznapokban, belegondoltam abba itt beszélgetés közben, itt van egy 50 éves ember, aki a 20 évesek agyával kénytelen gondolkozni, mert jönnek különböző startup cégek, 20 éves komoly ügyvezetői, és a világot akarják megszerezni pillanatok alatt. Könnyű érteni, hogy gondolkodik ma egy 20 éves? Bízom benne, hogy kifejezetten üzletileg. Igen, bízom benne, hogy megőriztem ezt a képességemet, hogy ne csak gazdasági folyamatokat, hanem üzleti szereplőket és embereket is értsek. De fontos azt tisztázni, hogy egyébként a vállalkozások, ahogy egyébként szerintem egy ország, egy nagy szervezet is akkor sikeres, hogyha képes sokféle szempontot integrálni és kvázi politikai értelemben demokratikusan működni. A startup vállalkozásoknál is azt látjuk, hogy nem azok a legsikeresebb startupok, amit 2-20 éves úgy csinál, hogy a saját feje után megy. Nem is feltétlenül csak 20 évesek csinálnak startupot. Tehát ezt látni kell, hogy olyan is előfordul, hogy valaki 35 évesen azt mondja, hogy megcsinálta maga karrierjét a közép-nagyvállalati szinten, és innentől szeretne saját vállalkozást építeni, sőt 40 évesen is egy jelentős ilyesfajta exodust látunk nagyvállalatokból, de azok a sikeres vállalkozások, akik ezt az összes képességet és tudást képesek integrálni. Tehát mi nálunk azok a legjobban működő portfólió cég, ahol benne van a fiatal kreatív tudás és világmegváltási szándék, és benne van a egy 5-10 éves üzleti rutin és üzleti tapasztalat is. És ezek a cégek egyébként pont azért, mert nagyon sokféle dolgot tudnak egyszerre integrálni, és tudnak közös döntéseket hozni, és mindenféle tudás elem elérhető, ezek tényleg nagy dolgokat tudnak végrehajtani. Az ilyen típusú cégekkel azt gondolom, hogy egyébként viszonylag könnyen szót értünk, és jól tudunk együtt dolgozni. Az mindig egyen vaskosabb feladat, amikor egyetem után 2-21 néhány éves gyerek elmondja, hogy ő hogy fogja megváltani a világot, és mi meg elmondjuk, hogy az miért nem úgy fog működni. Itt nehéz megérteni. Előfordul, hogy tolmácsra van szükség, de hál' Istennek egyébként a mi cégünk, a saját befektetői csapat is meglehetősen összetett, vannak 21 néhány éves kollégák, ilyenkor segítenek, hogy értsük egymást. Mi a jobb? Mit szeret jobban? Bár erre biztos nincsen egy egyértelmű recept. Hogyha valaki valami teljesen újjal jön, aminek nincs precedense a világban, hát szerintem az viszonylag ritkább, de hátha, vagy valamit akar, amit jobbá akar tenni, hogy van már ilyen, de ez jobb lenne. Melyik az egyszerűbb út? Mind a kettő működik. Azért azt látni kell, hogy világmegváltó ötletek évtizedente egyszer működnek. Egyrészt azért, mert nagyon kevés új ötlet van, tehát a bejövő ötletek közül azt látjuk, hogy aki azt hiszi, hogy először találta ki ezt a dolgot, olykor azt is ledombozzuk azzal, hogy 3 nappal ezelőtt is jött ide valaki, és pont ugyanezt mondta. Tehát azért az ötletek mindig meghatározott környezetből táplálkoznak és jönnek, és amikor valaki úgy érzi, hogy az ő környezetében végre kitalált valami újat, azt azért előfordul, hogy más is kitalálja. De vannak ilyenek, tehát vannak ilyen váltások a technológiában, meg mindenhol máshol is. Szeretjük, ha ilyet találunk, de ez szinte lottózás. Másrésztről azt is látni kell, hogy a fogyasztók, az emberek sem arra várnak, hogy minden nap teljesen új termékeket és teljesen új szolgáltatásokat próbálgassanak. Tehát ezt el is szoktuk mondani a bejövő csapatoknak, hogy alapvetően az általános fogyasztói attitűd az, hogy nagyjából úgy 5-10%-nyi szokásváltozást hajlandók egyáltalán kipróbálni az emberek. Még akkor is, hogyha egyébként, amit nem próbálnak ki, az sokkal kényelmesebbé tenni az életüket, de új dolgokat megtanulni és új szokásokra ráállni, az mindig sokkal nehezebb. Egyébként a pandémia időszaka ezért gyorsította fel a digitalizációt, meg a digitális innovációt, mert ott nem kényelmi kérdés volt, hogy egyébként átállom. Hát egy csomó dolgot meg kellett tanulni, és rá kellett jönni, hogy tényleg kényelmesebb, amit egyébként előtte nem tanultak meg az emberek, pedig akkor is ott volt. Videókonferenciázni, meg videóbeszélgetni előtte is lehetett,
de töredéke volt a felhasználó szám, mert egyszerűen hiába léteztek azok a technológiák, nem szívta fel a társadalom, nem érezte, hogy szüksége van rá. Aztán megtanulták a nagyszülők is, hogy hogy lehet az unokákkal videokonferenciázni, meg videóbeszélgetni, és azóta már ők mondják minden héten, hogy akkor hívjuk egymást, most nem láttuk élőben az unokákat, hagyj beszélgessünk velük. De az egyébként nem automatikus, hogy az ilyen típusú új szolgáltatásokat gyorsan felszívja a társadalom, még akkor sem, hogyha új ötletek. Ezért azt látjuk, hogyha valaki átgondolt, ha világmegváltó dolga, ötletei vannak, akkor meggyőződik róla, hogy tényleg mi világmegváltó, és meggyőződik arról is, hogy ezt képesek lesznek azok is megérteni, hogy miért jó, akik ezt meg kell, hogy vegyék. De egyébként meg a hétköznapi innovációk működnek sokszor nagyon jól. Tehát amikor valaki azt látja, hogy ezt egy picit, ha más, hogy picit jobban csinálom, picit fejlesztek hozzá egy kényelmi megoldást, akkor azt a cégeknek is jól el lehet adni, meg egy csomó maguk is meg fogják venni, ezek szoktak a legsikeresebbek lenni. A mesterséges intelligencia az önéhez hasonló cégnek mekkora kihívás? Nagy. A mesterséges intelligencia, és ebben most nem fogunk tudni ennyi idő alatt már ilyen mélyen belemenni, át fogja alakítani a világot. És azt a fajta nyomást fogja tovább fokozni, ami eddig is rajta volt a világon, hogy olyan gyors a fejlődés, olyan gyors a változás, hogy azt azok tudják a saját előnyükre fordítani, akik követni tudják, és akik lemaradnak, azok kiszolgáltatottá válnak. A nyugati világ fejlődése egyébként az elmúlt 30-40 évben erről szól, hogy a teljes világ fejlődésének a dinamizálásával egy jó képességű és jó helyzetben lévő elit gazdagodik, és egy csomóan kezdenek lemaradni erről a fejlődési dinamikáról. Ugye nem véletlenül beszélnek a közgazdászok arról, hogy a gazdasági növekedésnek annak inkluzívnak kéne lennie, tehát mindenki a nyertese kellene, hogy legyen valamilyen szinten, mert a legnagyobb probléma az, hogyha csak a társadalom egy rétege a nyertese, és a mesterséges intelligencia ezt a kérdést fogja még tovább nehezíteni, mert akik ezt jól használják és értik és követik, azok nagyon sok mindent fognak tudni vele elérni, akik pedig nem, azok lehet, hogy abban a helyzetbe kerülnek, hogy amit eddig csináltak, azt arra nincs szükség, és nincs úgy, nem úgy. Na de azt lehet tudni, hogy ma mit kell követni ebből? Annyi ágaboga van, és annyi féle vita van körülötte. Hát ezen nehéz végigmenni. A legjobb, ha mindenki annyit csinál, hogy a saját szakmai területén kezdi el érteni és megtanulni, hogy mit lehet elérni a mesterséges intelligenciával. Ezt mi is csináljuk például. Tehát jelenleg eddig úgy hoztuk a befektetési döntéseket, hogy mondjuk úgy, hogy humán erővel összegyűjtöttük az összes adatot, kielemeztük, megnéztük az összehasonlítható cégeket, a projekteket, megnéztük a pénzügyi paramétereket. Most mi magunk is elindítottunk egy olyan fejlesztést, hogy ezt a munkát ezt támogassa a mesterséges intelligencia. Tehát az én kollégám mondjuk meg tud nézni 10 céget az adott iparágban, hogy azok egyébként hogy szerepelnek, mit csinálnak, milyen növekedést értek el, mi várható az iparágban. Ha erre használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor egyébként elérhető 1000-szer akkora adatbázisból fogunk tudni 5 perc alatt elvégezni munkákat. Tehát mi magunk is egyébként a saját döntéshozatali területünkön is elkezdjük ezt használni, és minden más cégnek is fel kell dolgozni azt, hogy nem tudom én, a hirdetési szövegek írásától kezdve a, nem tudom, a jogi beadványok kidolgozásán túl nagyon sok minden másra alkalmas lesz a mesterséges intelligencia, és aki ettől nem fél, hogy úristen, akkor most nem én fogom írni a hirdetési szöveget, miközben, hogyha minden nap kellett 5 hirdetési szöveget írni, ő utálta a legjobban, hanem kitalálja, hogy majd erre hogy fogja tudni használni a szövegíró alkalmazásokat, és neki mi másra lesz majd még emellett kapacitása, az nyilván nyerni fog tudni a dologból. Aki pedig remegni fog, hogy de hát én szövegeket szeretnék írni, és ezen túl nem lesz mit csinálni, az pedig bajba kerül. Ez... Na de aki ettől rosszul van, az mondjuk mint egy blueszenész, aki szájharmonikázik, ez ugye a saját praxisa. Nem tudom, csinálja-e még, mert elég régen nem láttam koncerten hirdetni, hogy fellép. Szóval hát az, hogy blueszenét írjon a mesterséges intelligencia, ez már létezik, tehát ez van. Lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy ez nem olyan, mint hogyha Muddy Waters írta volna, de hát mondd már. Azért ez ijesztő. Mert hogy azt gondoljuk, hogy ez maga az emberi létünk, a művészet. És hogyha a mesterséges intelligencia jobban képes erre, mint mi, vagy úgy képes, akkor megkérdőjelezedik a mi értelmünk. Az kérdés, hogy jobban képes-e. Tehát azért azt látni kell, hogy nagyon egyszerű példát akarok mondani, a mostani mesterséges intelligenciáról ugye azt mondják, hogy abban utolérhetetlenül jobb, mint az ember, hogy minden meglévő információt, minden a meglévő adatot sokkal gyorsabban tud elérni és feldolgozni, integrálni, és abból valamit szintetizálni. De nem talál ki új dolgokat pillanatilag. Tehát ugye a lehetőséget például, hogyha nem létezne kerék a világon, abban a fejlődési fázisban lennénk, akkor a mesterséges intelligencia nem tudná feltalálni a kereket. Arra pillanatnyilag nem képes, mert nincsenek meg azok az alapinformációi, amiből összerakja a kereket.
meglévő zenei stílusokat nagyon jól le tud utánozni a mesterséges intelligencia. De az, hogy nem tudom, én született valamikor egy Jimi Hendrix, aki úgy gitározott, hogy senki más nem gitározott, mert egyszerűen nem gondolták az emberek, hogy úgy kéne gitározni. Ilyet nem fog tudni csinálni. Jó, de Jimi Hendrixből és Eric Claptonból csinál egy harmadikat, olyan se volt még. És nem, de ez így már izgalmasabb. Persze, de az ember kreativitása az nem így működik, az teljesen váratlan dolgokat csinál, és akkor válik érdekessé, amikor újszerű, senki által nem remél dolgokat csinál. A mesterséges intelligencia most úgy működik, hogyha én beírom, hogy csinálj Jimi Hendrixből meg Eric Claptonból egy harmadikat, akkor fog csinálni, vagy ugye a képfeldolgozó alkalmazásokat szeretik nagyon sokan, hogyha konkrét stílusokat beírok, az zseniálisan meg festi. De ez leutánzása ember által alkotott dolgoknak, rengeteg kérdést vett fel, szerzői jogtól kezdve, stb. De hogy ez még mindig nem az a kreatív képesség, amivel az ember rendelkezik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk odáig elérni esetleg, de az még egyelőre science fiction. Most azt kell megtanulnunk, hogy ez a fajta mesterséges intelligencia mire használható, és hogyan teszi nem nehezebbé, hanem könnyebbé az életünket. Egyáltalán hogy éljünk, de hát ez számtalan kérdéssel kapcsolatban valódi felvetés. Így van, tehát egy ilyen borzasztóan gyorsan átalakuló világban kell egyébként még a napi aktuális problémáinkra is megoldást találni, hol lesznek a kamatok, hogyan építsünk vállalkozást, és közben meg nem tudjuk, hogy 5 év múlva pedig egyáltalán az egész világ hogy fog kinézni. Meg mennyibe fog kerülni a kenyér, hogy egy végtelenül egyszerű kérdést tegyünk fel, erre nem is kérdeztem, hogy mi a véleménye, de szerintem számtalan dolog a kapcsolatban, nem ezt mi most órákig tudnánk folytatni. Köszönöm ezt az 1 órát. Köszönöm a meghívást. Köszönöm a figyelmüket, szerintem, és remélem, hogy nem unatkoztak. 1 hét múlva ugyanebben az időben láthatnak egy újat, és aztán megtalálják, tudják a YouTube-on folyamatosan és mindig ezeket a beszélgetéseket. Oszkó Péternek köszönöm, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!